Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes cinemone témát szeretnék feldolgozni, a műveleteket. Oké, ez így senkinek nem mond semmit, de gyakorlatilag mi az, hogy művelet? Illetve miért mondják azt, hogy ez egy művelet, és hova fog bekerülni ez a művelet, és mit fog csinálni? Hát a cinemon alatt kitalálták azt, hogy a jobbegér gombos kattintás az asztalon, az bizony jó dolog, nagyon jó dolog, és legyen bővíthető. Na hát ezek a műveletek, amik automatikusan a te különösebb tudásod, hozzáértésed nélkül is beépülnek. Természetesen értelemszerűen a jobbegér gomb, balegér gomb, meg egyebeket lehet szabályozni rendszer szinten, de az, hogy hozzá tudsz adni valamit, az nagyon kényelmes dolog. Nem sok minden van gyárilag, tehát nehogy azt higgyük, hogy több ezer lehetőség között válogathatunk, de legalább van. Elindult egy olyan folyamat, hogy ez a rész a cinemonban bővíthető lesz. Nézzük is meg, hogyan lehet ezt megcsinálni. Tehát első gondolat, hol lehet valamit beállítani, nyilvánvalóan rákeresünk a start menübe a rendszerbeállításokra, és elindítjuk a szokásos rendszerbeállítás panelt. A rendszerbeállítási panelba megkeressük a műveleteket, rákattintunk, és a szokásos asztali kütyük, ide-oda elrakosgatható kütyükhöz hasonlóan bizony ilyen beállítási panelt kapunk. Ez egy ismerős panel, mert már erről beszéltünk, ehhez hasonlóról beszéltünk, és hogyan tudunk telepíteni valamit. A legegyszerűbb telepítés, és ezt kövessétek, mert ez gyors és atombiztos, a letöltésekre bökünk, és akkor van egy ilyen letöltési lehetőség. Hát nem sok minden, egy kicsit széthúzom, hogy lássátok, hogy nem sok minden, 2, 4, 6, 8, 9 darab van. Ennek 2 darab jó dolga van, nem az, hogy 9 van természetesen, hanem lehet ilyesmit csinálni, és egyre jobban el fog indulni az, hogy programozók, hozzáértők, lelkes amatőrök ilyesmit készítenik, feltöltik majd a honlapra, ahonnan ezeket le lehet egyébként töltögetni, és akkor mi tudjuk használni. A másik, vélhetően nem egy atomtudósi feladat ilyennek az elkészítése, a vége fele be fogunk nézni abba, hogy hogyan lehet elkészíteni egy ilyen plusz műveletet. Oké, a szokásos módon, bár egy picit furcsán oldották meg, egy lefele mutató nyilacska. Én először azt hittem, hogy itt valamit legördítünk, és ott lehet válogatni, bejelölni, szabályozni valamit, de nem. És erre a letöltési nyilacskára bökünk. Nézzük meg, hogy mi az, ami érdekes, én már 2 bejelöltem. Véleményem szerint ez a 2, ami nekem kell, egyéb nem kell, tehát printerre küldés, meg egyéb ilyesmi számomra nem kell. De mindenki kiválaszthatja az, ami kell, tehát rábökünk, egyre rábökök, és történik egy ilyen felugró akármi. Az alsó részben vannak ilyen kis kütyük, ez gyakorlatilag újraolvassa a listánkat, ez egy kis információt ad, eltávolít, meg ilyesmi beállítások vannak, de nem itt fogjuk ezeket megtenni, hanem a kezelésre megyünk, és a kezelésnél, amit telepítettél inaktív, nagyon-nagyon jó vagy rossz, ki hogyan gondolja, én úgy gondolom, egy jó dolog az, hogy telepítek, és akkor nem automatikusan begyömöszöl mindent oda, ahol ő gondol, hanem megkérdezi, illetve engedélyezteti, hogy ez telepítve legyen. Hát természetesen rámegyünk, rá kell menni. Természetesen a pluszhoz megyünk, és hozzáadjuk, és a pipa megjelenik. Ezt nem azért ragoztam ennyire, mert olyan bonyolult dolog, de én automatikusan arra gondoltam, hogy rámegyek, rákattintok, aztán lesz pipa. Hát nem lett, hanem a plusz jelre kell kattintani, a mínusz deaktiválja, ez a kis X pedig az eltávolítást fogja megcsinálni. Oké, ennyi, látható 3 darab akármi, jobbklikkes lehetőség betelepült az én jobbklikkes menümbe, hát ezt becsukjuk és nézzük meg, mi az, hogy betelepült. Hát látható, hogy ide a restart, tehát az újraindítjuk a cinemont, ez amikor ilyen beta, mert én éppen beta verzióját használom a Linux Mintnek, ebben a pillanatban ő még beta, de karácsonyra ígérték azt, hogy bizony ebből már telepíthető normális rendszer lesz, nyilván a bétánál kipróbál az ember mindent. Ilyenkor a cinemon meg egyébnek az újraindítása nem rossz dolog. A system setting, a
rendszer beállítási eszköznek az előkerítése. Sokszor jó. Tehát amíg az ember ismerkedik egy rendszerrel, belakja, ezt azt szeretne megnézni, illetve hát beta verziónál azt hiszem az természetes, hogyha éppen valami nem megy, akkor a beállításokat nézegeti az ember. Tehát erre van lehetőség. Nézzük meg, hogy működik-e. Természetesen működik. Rákattintok, és megjelenik. Megjelent? Megjelent. Jobb klik, kiválasztja az ember, amit szeretne, és utána elvégzi azt a feladatot, amit ő neki kiadtunk. Ennyi. Gyakorlatilag egy nagyon-nagyon kényelmes dolog. Véleményem szerint ez a vonal, ez a magánvéleményem természetesen, ez a vonal egy jó dolog. Ha akarok, bővítek, ha nem akarok, nem bővítek. Van rá lehetőségem? Igen. Kell nekem? Nekem egy-két ilyen beállítás kell. A következő gondolat az, hogy nézzük meg ennek az egyéb módszereit is, nézzük meg, hogy hogyan lehetne esetlegesen elkészíteni saját magunknak egy ilyen eszközt. Természetesen a legegyszerűbb az, hogyha felmegyünk a Cinnamon oldalára, és kiválasztjuk az akciókat, tehát a műveleteket, ahogy a többinél is, tehát a többi kiegészítőnél is, van lehetőség Natur letöltésre, és annak a kézi telepítésére. Gyakorlatilag, mivel a Cinnamon megoldotta, meg egyéb rendszer, tehát nem a Cinnamonnak a kifejezett jósága, hanem egy logikus lépés, megoldotta, hogy a rendszer akármi rendszerbeállításokba, vagy itt-ott, akármelyik rendszerbe, más néven is előfordulhat, ott bizony be tudjuk rakni ezeket a kiegészítőket a dolgaink közé. Erre kevésbé van szükségünk, hogy kézzel letöltögessük, de megteheted, hogyha bele szeretnél nézni a forráskódba. Ami nagyon fontos, akárminek nekiállsz a Linuxnál, meg az élet akármelyik területén, először elolvasod a leírást. Tudom, hogy ez kényelmetlen, de itt legalább 3 vagy 4 sor az, amit el kell olvasni, és utána már kézi, tehát nem rendszer szerinti, hanem kézi telepítést is meg tudsz csinálni, illetve bele tudsz nézni abba az eszközbe, ami érdekel. Mi a mi lényeg? Mire akartam kitérni? Oda kell, tehát a saját könyvtárod pont lokál, tehát rejtett könyvtárod pont, hogyha nem látszódik, akkor a Ctrl-H-val a rejtett könyvtárokat elő tudod csalogatni. Share Nemo Actions. Ide kell belemásolgatni azokat, amiket mi letöltöttünk, nyilvánvalóan automatikusan oda fog telepedni. Ha oda szeretnél menni és megnézni, hogy mit telepítettél, meg tudod tenni. Ez nem csak azért jó dolog, hogy tudod, hogy ki mit hova telepít, mert olyan okosnak tűnik, hogy fejből elmondod, nem. Hogyha valami kütyű, tehát ilyen telepített akármi nem működik, és te tudod, hogy éppen hova telepítette, és éppen össze-vissza, mi jártam így, össze-vissza barmolja a rendszeredet, nem indul rendesen, össze-vissza látszódnak az ablakok, ilyenbe futottam bele, akkor odamész, kitörlöd és kalapkabát, vége a telepítésnek, hogyha éppen olyasmit van, hogy hát bizony nem tudsz belépni egy rendszer szerinti eltávolításba. Oké, nézzük is meg, hogy mi a lényeg, letöltésre fogunk bökni, letöltöttem már 2 darabot, nem telepíteni fogjuk, hanem megnézni. Miért nézzük meg? Azért, mert nyilvánvalóan jól kiszámoltuk, hogy ez keményen 9 darab lehetőség. Ennek a 2/3 engem igazából nem érdekel. De azért ez a jobbklikkes dolog, jobbklikkes kiegészítő, hogy az asztalra kattintasz, nem a fájkezelőben, mert ott azért már megbeszéltük régebben, hogyan lehet egy kicsit bővíteni, hanem az asztalra kattintva szeretnénk valami egyéb műveletet elvégezni. Azaz, mi ennek a legegyszerűbb módja, a meglévőt átírjuk. Azt hiszem, a legjobb módszere, hogyha szeretnél ilyesmit csinálni, a meglévőt átérjük, nem egy agysebészet. Mi a lényeg? Ebbe a könyvtárba belemásolod, és utána elméletileg a jobbklikkes megoldásnál megjelenik. Hát a letöltöttek között az egyikre rá fogok kattintani, egy zip fájlt kapsz, nyilván ki tudod csomagolni, illetve a Nemo, meg az összes fájkezelő, véleményem szerint ez simán ki fogja neked tudni csomagolni, és utána belenézünk. Van egy könyvtár, amiben az ikon van, illetve természetesen pár fordítás is megvan. Ha szeretnéd magyarítani a dolgot, nem szoktuk, akkor azt meg lehet tenni. Hát bizony, ez engem nem érdekel, hanem a felette lévő könyvtárba, a fő könyvtárába a tömörítvénynek.
bent van egy action kiterjesztés, megismert, szokott dolog, ennek adsz egy másik nevet, illetve hát a könyvtárnak is adsz, hogyha kisomagolod egy másik nevet, hogy ne úgy ütközzön a már meglévő könyvtárra, és nézzük meg, hogy mekkora összetett dolog ez az egész. Rákattintunk, mivel hogy véletlenül ezek valami szövegfájlok, valami programnyelv, vagy bármilyen nyelven elkészített akármik szövegek, hát bizony látjuk, hogy ez nem egy agysebészet ilyet elkészíteni, nézzük is meg. Rákattintok, belenagyítok egy kicsit, és egy picit középre hozom, mert nem szeretem, hogyha annyira kifut a szélére, van egy neve, nyilvánvalóan minden actionnek, mindennek van egy neve, hát megadod, amit tetszik, megadhatod különböző nyelven is ezeket. Én logikusan ezeket a névmegadásokat oroszul, meg franciául, meg finnül, meg dánul nem szoktam megtenni, ki szoktam törölni, illetve ki fogom törölni, hogyha ilyesmi kell. Van egy sor, ami exet, tehát az a sor mondja meg a rendszernek, hogy mit csináljon. Hajtsd végre! Így is lefordíthatom ezt az egyszerű dolgot. Ide beírod a futtatandó parancsot. Cinnamon settinget indítja el. A sebészet nem. Hogyha véletlenül te szeretnél, hát most akármit mondok, a jobb klikkes menüből elindítani például a Firefoxot, beírod, hogy Firefox, megnézed terminálba, hogy elindul-e, esetleg, hogyha vannak olyan paraméterek, amiket te szeretnél elindít, azokat hozzáadod, a bemásolás után az a jobb klikkes menüben működik, az ikont megadod, és a többit békén hagyod. Hogyha valami egyebet nem tudsz, hogy mi az, ami oda van írva, egy, elolvasod a gépkönyvet, a leírást, kettő, nem nyúlsz hozzá. Egy ilyen egyszerű programot. Nem azt mondom, hogy egy összetett 50 soros dolgot ide be kell tenni, egyszerű programot, egyszerű feladatot, egyszerű akármit egy jobb klikkes menüvel elérsz. Nyilvánvalóan tartsál mértéket, véleményem szerint ez egy nagyon egyszerű, és hogy úgy mondjam, valóban kényelmes bővítési lehetőség. Annélkül neked különösebb programozási ismeretednek lennie kéne. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tudom, hogy egy nagyon egyszerű dolgot mutattam meg, de igazából a Linux alatt az a jó, legalábbis szemléletemben, hogy rengeteg egyszerű, nem agysebészet és nem egy világ megváltó ötlet, lehetőség, bővítési, szűkítési, megoldási lehetőség van, amivel kényelmesebbé tudod tenni a te saját dolgaidat. Egy ilyen action elkészítése nem jelenthet különösebb problémát senkinek. Nem összetettbe kell gondolkodni, hanem egy egyszerűben, egy nagyon egyszerű scriptben, scriptszerűségben kell gondolkodni, egy programindításba, egy funkció ellátásába, és utána kényelmesen el tudod látni azokat a feladatokat, amit egy kattintással meg szeretnél oldani. Köszi szépen, sziasztok!